Sziasztok! Úgy gondoltam a legutolsó Nordgard győztes meccs után, hogy játszunk még egyet, úgyhogy vágjunk is bele. Az előző részek tartalmából. Viktori, kérem szépen, hát győzelem van. Hát győzelem. Ennyi. Na mindegy, ki is hajóztunk szépen Nordgardba. Itt is ugyanúgy úgy látom, Brendel fogjuk nyomni. Foothold. Átállítjuk normára, és start My a game. companion's eyes were shining with Ugyanúgy ambition. skip. Skip. Aha, most már nincs is ház. Megérkeznek a nagy viking hajók. Hoppá. Most semmiből hirtelen ott lett egy ház. Nem baj, elfogadom. Ugyanúgy skip, 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 skip. Na, Clan of Eight. Én. Jó, meg se próbálom kimondani, látjátok a szarvasos klán. Na, Brand ugyanúgy itt van, elkezdünk építkezni, mondjuk mi a task? Colonize 8 territories, reach 200 fame. Nagyon jó. Ezt gyorsan és könnyen abszolváljuk a feladatot. Tehát. House. És egy scout. Még így is marad egy building slot. Amit mondjuk elköltünk. Healer's House-ra. Jó, te mész scoutolni. Mondjuk ez a területtel kezdesz, mert elég erdősnek tűnik. Hátra lesz itt fa. Mondjuk te is mehet scoutolni. Még úgy is messze van a nyár. Nyár? A tél. Beküldjük. Aha, ott is van egy farkas, na azzal megmérkőzünk. Mikorunk nagy csatája, az epikus jelenet, amikor a hősünk egy démoni szörnyet legyőz. Hát, ez gyors volt. Itt úgy látszik, nincs is farkas. Ó, nem is olyan rossz hely ez a Nordgard. Na nézzetek már, egy, kettő kaja termelőhely. Easy. És már mehetünk is rédelni, ugyanis 200 fémet kell összegyűjtenünk itt a rédelés közben, pedig fémet fogunk gyűjteni. Úgyhogy semmi baj, igaz, mínusz 6-ban van a kaja, de majd mindent megoldunk szépen. Mert ezt a kettőt gyorsan kolonizáljuk. És itt lesz a forest. Minden meg lesz, ami csak kell. És Hermannak. Egy Hunter Lodge. Na, már megint. Skip, 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 skip. Draugr. Draugr. Valami zombi. Hogyha megépítem ezt, akkor nem lesz elég fa. Az baj. Az baj, mert az baj. És már itt is van 61 fémünk. Mondjuk abból 6-at hozott, 60-at hozott territory, meg egy sailor, az nem annyira jó, de mert hát akkor ugye minek van sailor. Skip, skip. Itt egy healer, a scoutot visszarakjuk. Elég nekünk most egy scout. Egy felderítő. Most inkább fa kéne meg kaja. Úgy is van. Ja, nem. Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza. Mindjárt felépítés, vághatjátok is a fát. És, meg az asszony is.
kis családi favágó vállalkozás. Mondjuk az asszonynak ez úgy, olyan, mintha szakálla lenne. Ugyanolyan vörös, mint a csávónak. Hát, igen. Szakmai ártalom. Hop-hop. Itt egy villager. Oké. Hunter Lodge-ot pont nem tud fölhúzni, addig akkor elmész halászni. Lóró, Lord nevelni kéne, de itt ugye rátesszük, hogy 20%-kal több fa jöjjön. Ezt esküszöm, nem merem megtámadni. Hát milyen csúnya egy szörnyeteg ez? Mint valami goblin meg zombi keveréke, vagy nem is inkább egy törpe. És egy zombi. Egy zombi törpe. Ha. Olyan csak egy van? Egy hát. Jó. Itt viszont farkas van, és a farkasokat köztudottan meg kell ölni. Nyilván a játékban. A valóságban nem. A valóságban be kell fogni őket és háziasítani. Na, azért mondom, mert már érdeklődtem volna, hogy merre vannak a vikingek. Elhajóztak, de aztán hiőket, hamvukat se láttuk, de most már láttuk. És egy újabb valaki. Another clan. Hoppá! Halvard. Megy is a kis vita. Hú, persze majd még én menjek oda harcolgatni az ő kis területükre. Te harcolgassanak ők! Fertile land és sheep. Mit tudunk csinálni a sheep-pel amúgy? Ahogy megölni, nem? Vagy legalábbis én nem tudom, hogy kell megölni. Talán egy paraszt. Nem. Őse. Healer. Őse. Sajnos nem fogom megtudni. Így nem. Gyere csak, barát. Ezt a tépíts fel. Kis szorgos kis munkások. Jó van, jó van. Pont úgy beszélek kicsit, mint Silius. A távolba nézés, ez neki nagyon megy, ebből él. Ebből keresi a kenyerét. Most viszont úgy néz ki, hogy csak ülünk, és várjuk, hogy... Aha! Na, nincs elég háza. Nem tudunk szaporodni. Hol van a championünk? Próbáljuk meg, hogy megöli ezt a törpe zombit. Az igen, sűrűn osztják a pofonokat. És meg! Ez jó hangzik. Ez így jó hangzik, mert akkor már is oda küldök valakit ehhez a lórhoz. Egy lore master. Ja, nem, majd tavasszal. Dolgozzatok csak. Neki csak egy hunter van. És már is ment oda okoskodni. Jaj, fuss! Mindig nevet. Mindig nevet. A budapesti vízés már megint bekapcsolódott.
A távgyógyítás. Our ally is under attack. Jaj, hát nem kell őket félteni, hát mennyien vannak. És a lore már megint gyűlt. Csak gyűrik és gyűrik. Skald. Azt rá is nyomtuk gyorsan. Mert akkor gyorsan tudok terjeszkedni. És jó. Tehát akkor már három kaja termelő részünk van. Egy fa termelő. Kis kröning is jön. Nagyon jó. Nagyon jó. Majd még oda teszünk le egyet. Meg még le kéne tenni egy skáldöst is. Hogy a happiness nagyobb legyen. De ugye mindennek eljön az ideje. Stone deposit, ezt hogy kell kibányászni innen? Na mindegy, majd meg tudjuk. A new year! Újabb kis pofoszkodás. Aha, tehát van három bárányunk, akik ugyanúgy civilnek számítanak. Érdekes társadalmi felépítés. Mine. Tehát bánya. Gyorsan küldjünk ide valakit. Gyere, gyere, gyere. Hol vagy, gyere? Engél, engél barátom, gyere ide. És itt csak két helyet engedd meg. A lettél érdekes. Villager. És már bányászok is a stone-t, tehát a követ. Meghalt a scout. Miközben felderítette a területet. Nemzeti gyásznapot rendelek el érte. Hop hop, mi történt? Nagyon sötét lett. És esik az eső. És dörög az ég. És nagy a köd. De kurva jók ezek a hangok. Annyira jó ebbe az eső hang. Wow! Ez de szép. Ez nagyon szép. Hát igen. Brand az geci kemény. Még így az esőbe is. Tiszta 13. harcos hangulat. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Nyolc territóriumot kéne kolonizálni. Aha. Hát az ember is kellene, nem? Wow! Ez marha jó.
Sajnos kisütött a nap. Egy villager. Nem is szépítesz egy házat. De beszállhatná oda mondjuk. Mondjuk te is, és akkor mentek osztogatni. Oh, yeah, hey. És minél gyorsabban nő a fém, nekünk annál jobb. Úgy mennek a kis viking hajók. Hop, hop. Ezt már meg is építjük. Lighthouse. Ha. Ez gyorsult. Great Trade Route. Mondjuk legyen egy mínusz 5-öt, azt még bebírunk nyelni. És egy trading post. Gyere, gyere! Gyere, gyere! Építkezzetek! Ennyi. Ennyi. Új címünk van. A Thane. Hát kérem. Hol vagy, kemény csávó? Gyere ide. Mennyi harcolja? Most. Jó, mondjuk még fejlesztjük a területet, és akkor mondjuk leteszünk ide egy papapapapam. Egy training campet. És ezt már tudjuk is kolonizálni, mindjárt jön a távgyógyítás. Begyógyítjuk a csávónkat. De már megint tél van, hogy a kutya vigyel. Papam. Viszont, ha már a fémet elértük, lehet, hogy át kéne állítani. Erre. Így, hogy a Lord jön. Hoho! Prayer blessinget rá is tesszük, mert ezzel kicsit megnöveljük a termelésünket, mind kajában, mind fában. Ami igazán hasznos lesz majd. Tényleg bárdot kéne gyártanunk, mert eléggé vészesen leesett a boldogság. Nem is baj, hogyha most ezt fejlesztjük, mert akkor ide ráteszek egy Carved Stone-t. A három farkas. Csávunk az nagyon menő. Ah, simán ledúr három farkast. És már is kolonizálja a területet. Hát mi van? Mi van veletek, farkasok? Aha, elértük a 8 territóriumot. Jó, most már csak... Most már csak annyit kell tennünk, hogy akkor a farkasokat leverjük abban a két tartományban. Ahhoz viszont scoutok kellenek. Scout, mint ő. Aki már lehet is felderíteni. Vajon Brand képes lesz-e arra, hogy egyedül elbánjon kettő farkassal? A reklám után kiderül. Na, és akkor most mi történik? Gyorsabban fogunk növekedni, vagy talán feszkedni? Hol a scout? Gyere ide, gyere ide!
Ja, keresed az utat, jó van, mennyi, mennyi, he. És meg lesz a Wovden. Öt kő jön is belőle, nem is rossz. Jöhet a távgyógyítás, ugyanúgy, mint mindig. Most is működik, hát ennyi. Már értem a papkat régen, miért tartották. Na. Hol is vagyunk? Gyere. Te is most bárd leszel. Mínusz 6 a kaja mondjuk, úgyhogy lehet, hogy gyorsan kellene nekem még paraszt. Aki majd ide jön halászni, halászni, aval, halászni. Az jó, mert úgy látszik, erre a területre nem tudnak betörni a farkasok, csak ide. De pedig ide állítjuk a főnit. Itt meg van egy Noxious Swamp. Ami talán arra lesz jó, hogy jó legyen valamire. Ide figyeljetek, megint jön az esős évszak. Plalalalala. Kicsit fölpumpáltam egy kicsit a kajatermelést. Dur, azért az odavág. Ezek annyira nem kellenek. Na, hol vagy, More? Megépítetted már? Nem, akkor húzza oda, de nagyon gyorsan. Most már tényleg mindennek van vége. A lófasznak is van vége. A scoutunk az most itt mit csinál? De jó vagy, hogy megint megsebesültél. Na. Túl lassan nő ez az egész. Talán elviszek innen egy favágót. Hogy legyen harcos. És talán még elviszünk egy Lore Mastert, mert nem kell ide ennyi. Minek? Visszaállítjuk parasztra. Ja, de hogy is. Tud, de akkor mondjuk átrakom őt a lászra, hogy legyen még kaja. Jó, ők hárman meg is vannak. Lehet menni harcolni. Hol vagy? Gyere ide! Na azért ennek oda verünk. Visszajövünk, távgyógyítás. És akkor hát, ha már egyenes föld, át tudunk oda menni. Na, ott már nincs is semmi. Brown bear. Hát én azt le nem bírom győzni. Hát az mi? Mi ez a undorítóan erős társaság? Megvan az út. Megvan, hol fogjuk letámadni őket. Itt szépen végiggyaloglunk a mocsáron. Kíváncsi leszek, hogy mondjuk ez terület folyamatos összeköttetésben van-e azzal. De hát nyomjuk, rámegyünk erre. Megnézzük, hogy ez a barna medve ez mit tud. Megtámadjuk. Mi leszünk a medveölők. Shieldbearer camp is complete. Ja, na, nagyon jó. Mert akkor elhozzuk őt is, gyorsan. Úgy, úgy. Gyere, gyere. Mielőtt meghalna, kihúzzuk. Jó, gyere, gyere. Gyere, gyere vissza. Már is megoldjuk. Oké. És gyertek, na, gyógyuljatok meg ti is. Rendítsek, és már bárcsak el ennyi.
Bárd is átalakulhat. Harcossá. Ja. A szövetségesünk harcban van. Megtámadták. Ja, hát a farkasok így csicskítják, inasba teszik. Ó, hát ide nézhet ennyi harcost. Hát ezekkel el se bánnak. Berakjuk ezt, még gyorsabb legyen a híjjel. És nyilván megint meghal, hát öcsém. Ez a csávó. Na, mindegy. Ne is bánkodjunk tovább. Harcosok előre. Új év. Mondjuk egy komplett év kellett ehhez. Hát a kellett, kellett. Nincs mese. Hol a fés bandája? Úgy is van. Tehát akkor ezt most ő el tudja foglalni. Nagyon jó. Segítettünk végül is neki. Hát, ilyen rendes csávók vagyunk. A skandinávok nem véletlenül rendesek. És már ezt is elfoglalhatod, haver. Gyere, gyere! Na mi van, nem foglalod el? Vagy most mi van? De vajon ilyenkor az ő hílelei élesztik újra az enyémet, vagy inkább a sajátom az? De hát... Mindjárt gyorsan rá csekkolunk. Se ő, se ő. Mert valószínűleg ők voltak azok, mert most már mindegyik hullos. Aha. Na, azt a farkast gyorsan elkapjuk. És akkor remélem már elfoglalja a területet. És elfoglalja a területet, meg lesz az objektív. Kérem. Ennyi. Ennyi. Hát ezt így kell csinálni. My lord, skip. Excellent. Skip. Be health. Skip. És mi van? Idasba tettük, ő is belecsicskítve. Ennyi. Egy újabb győzelem. Na, hát ez egészen jó játék volt. Mára ennyi volt. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!